utcába. Hát mi pont oda? Ez. Ott nem zárnak a mutatóhelyet. Ez az gyerekek, bekerül ez a téma, nem zárnak be, stb. És bejön az Edwin is a szerelem témája, jó? Te vagy a Bonnie? Azt hittem a herceg. Mégis csak maga az. Jó rám ijesztett. Igen? Mivel? Az, 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 az. Még hogy három, inkább három. Én mondjuk, Bumi. Látom, szívem, útira nevetek el. Bocsánat, nekem az fontos lesz, hogy így hogy szólaltok meg, mert aztán mozgásban körülbelül arra is figyelni kell, hogy ahhoz a karakterhez képest legyen a mozgásotok megszabva. És szerintem nem, tehát nem, semmiféleképpen nem a, ez a, bocsánat, a kifejezés, nem plázacica irányba megyünk. Azt hiszem. Hát az egyikük az egy, hogy mondjam, egy alt nő, a másik az. Tehát a Bonnie pontosan tudja, hogy kinek mi okoz boldogságot, tehát karaktere van ezeknek a csajoknak, sok emlék van együtt, sokkal őszintébbek egymással, hogy ez nekem fontos lesz, mert ahhoz képest azért figyelni fogok rá, hogy kinek mi áll jól és mit fog csinálni. Mozgásban is. Ilyen szóval nem szerepel lehet egy mondatban Szíliával. Hozzá csak komoly szándékkal lehet közeledni. És nincs sose lehet néhány Szíliát. Ha volt már például, hogy egy herceg elvett egy énekesnőt. Operettekben. Nekem nagy kedvencem régóta a Csárdás királynő. Nagyon sokat énekeltem is belőle, hiszen az alapmesterségem színész. És hát annak idején még a kolozsvári operában is előfordultam, egyszer beugrottam a Mágnás Miskában, mint Bon Viván. És hát úgy volt, hogy lesz folytatása, és úgy alakult, hogy nem, mert ugye a pályám a rendezés fele szólított el. Hát hogy alakult? Úgy alakult, hogy a tavaly ősszel, amikor Bartalis Gabriella Csíki játékszínművésze megbízást kapott, mint megbízott igazgató, hogy tervezze meg a következő évadot, ő felhívott, hogy számítana rám, mit szólnék, és dolgoznék a Csíki játékszínnel, és nagy örömmel mondtam igent. Annak ellenére mondtam, tehát ősszel nem tudok kezdeni, nyáron nem érek rá, hiszen Szabadkán dolgozom, ott három nővért rendezek, utána Marosvásárhelyen a Jurik stúdióban, meg a Nemzeti Színházban fogok rendezni. Hát marad a tél eleje, tehát a szilveszteri eladás, hogyha az úgy megfelelne, és hát szót követett, hát nyilván itt egy régi tradíció a Csíki játékszínnél, hogy mindig valami zenés végjátékot, operettet tűznek műsorra év végére, és hát azt mondtam, hogy ha már zenés végjáték vagy operettet, akkor Csárdás királynő, tehát az operettek legnagyobbika, vagy egyik legszebbike, hogy egy kicsit finomítsak a dolgon. És hát erre rábólintott, és hát szót követett, és hát most itt vagyunk, elkezdtük a Csárdás királynő próbáit Csíkszeredában. Megpróbáltuk a Székely Csaba dramaturg, drámaíró a barátommal, alkotótársammal leporolni egy kicsit, valahogy a mából fogalmazni. És nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy végülis mitől is lehet a miénk, vagy különlegesen csíkszeredai, vagy mitől teszik különlegessé, hogy innen fogalmazzuk meg. Hát az, hogy mi vesz körül bennünket. Nem nagyon akarok spoilerezni, de nagyon fontos az a fő gondolat az egésznek annak idején, mikor megíródott a Csárdás királynő, hogy milyen korszak volt. Egy régi világrend letűnéséről szól, túl azon, hogy gyönyörű szép dalok vannak benne. Tehát egy új világ kezdődött, szétesett a Habsburg birodalom, a Nagy Magyarország, nagyon erősen felerősödtek a szélsőséges nacionalista gondolatok, az antiszemitizmus egyre nagyobb teret kapott. Tehát letűnt, kezdett eltűnni egy régi világ. Bekopogott a világháború, és repedezett egy régi világrend. És gyakorlatilag ebben vagyunk most is, és valahogy megpróbálunk ebből a helyzetből fogalmazni, hogy ugye maszkban ülünk, hogy mi vesz körül bennünket, hogy a régi életünk talán eltűnt. Hát kérdéseket teszünk föl, egy kicsit úgy érezzük, hogy sajnos más világban élünk, és vajon visszakapjuk-e azt a világot, azt a fajta szabadságot, azt a fajta életérzést, azt a fajta életet, amit megszerettünk, és amiben gyakorlatilag felnőttünk. Tehát rajtunk van egy világjárvány.
És akkor megpróbálunk ebből fogalmazni, hogy ezek a dalok ebben a helyzetben, ebből a társulatból, ez a fajta mese, hogy szólal meg. Tehát ez a kiinduló pont. Aztán meglátjuk, hogy jön össze, bízom abban, hogy személyes lesz, eredeti lesz, ami igaz. Mondod magadba, hogy tititá. A legnagyobb kihívás azok a táncok voltak. Én nagyon nem szeretek táncolni, és ennek ellenére nagyon sokat kellett táncoljak, de hál' Istennek, hogy egy 10-es skálán 100-as koreográfusunk volt, Bodor Johanna, és hát ő azzal a fajta, ő egy nagyon jó ember, és egy kitűnő mester, és akkora türelme van, mint a világ óceánjai összesen. Még az én fejemből is el tudta üzni a vatkant azt, hogy nem tudok táncolni, és hogy ellenállok egy dolognak. Nehéz úgy tanulni meg dolgokat, hogy tulajdonképpen ellenállsz neki, vagy azzal az előítélettel vagy a fejedben, hogy te nem tudsz táncolni, és te nagyon rossz, hogy rossz értelemben vett vicces vagy, tehát igazából az esetlen vagy, nem tudsz ugrálni, úgyhogy esztétikus legyen, stb. És ő ezt velem teljesen el tudta felettetni, nem lettem belőlem jó táncos, nem lesz belőlem, mit tudom én, jazzbalettes, vagy mit tudom én, micsoda, de egészen tisztességesen helytáltam. Tehát tényleg a tánc, ami az volt, ami miatt éjjel éreztem, hogy mamutok gyalogoltak végig a hajamon, az agyamon, és fölkeltem, és mondtam, hogy ezt nem akarom megcsinálni. A szerep az egy másfajta izgalom. Az ének még egy másik fajta izgalom, amit annak az ember úgy érzi, hogy birtokában van, azokkal könnyebben operál. De amikor már szembe kerülsz egy ilyen feladattal, akkor az nehéz. Meg kell tanulni a levegőt venni. Nem mindegy. Jár a lábad, mint a gépuska, közben énekelsz, akkor az a láb megnyugszik, száj gyorsan jár, stb. Érdekes volt, el is neveztem, ez egy kardio fitness út. Tulajdonképpen, amit itt végig csinálunk. 25 fok van a színpadon, a reflektoroktól, fel vagyunk öltözve, smokingokba, és közben a pulzusunk, nem tudom, 180. Ez egy elég nehéz fizikai munka, bárki is azt hihetné, hogy felmentek, egyet jót énekeltek, egyet jót szórakoztak, de ilyenkor tapasztaljuk meg mi is ezt, hogy ez a fajta munka, ez az operett, ez fizikailag is egy nagy kihívás. És ez nem szabad, hogy látszódjon. A néző azt kell lássa, hogy minden nagyon könnyen, nagyon flottul megy. Elmész cirkuszba, jaj, milyen nehéz, kihúzom magamat a karikákon, meg mit. Nem ezt látom, oda megy könnyen, és ennyi az egész. Ezt kell látni az operettben is. A Jelmez műhelyben a Csárdás királynő produkcióra készülünk, itt vannak a jelmeztervek, a kolléganő éppen simítja az anyagot, hogy tudjunk belőle dolgozni, és a tervező által kiválasztott anyagokból szabjuk ki a ruhákat. Amúgy ez a műhely arról szól, hogy itt készülnek néha a kellékek is, a jelmezek, a jelmezkiegészítők, ezekhez a jelmezekhez készítjük a szoknyát, tehát nem a hagyományos módon készülnek, hanem népies stílusú, például itt van az alsó szoknya, a kolléganő mutatja. Itt van az alsó szoknya, és erre jön egy ilyen különböző színű szoknya. Egyet kitettem. És milyen jó színet. Igen, a piros. Természetesen a primadonna az mindig egy kicsit erősebb színnel készül. Mindenkinek próbáljuk az alkatára igazítani, tehát úgy, hogy csinos legyen. Jól érezze magát benne a szín vissza. Úgyhogy ez egy fontos szempont. Jobban tud dolgozni ő is. Gyere!
A fű zöld, a zé kék, de teszem egy stázi, olyan, mint a tenger ringó hullám a kvázi. Fejállás, izé, nem tudom mi, lófasz. Sőt, hogy van. Hogy ne legyen ennyi mászás itt, ahogy megláttad a feleséget, pár felültél, megérezd mi van hogy te nem mondtál erre való. Ugyanis születik meg egy előadás az ügyelő szempontjából. Hát először olvasópróbával kezdjük, amiben az az első, hogy a megfelelő számú példányokat én össze kell szedjem az olvasópróbára, és meg kell szervezzem, hogy hol legyen az olvasópróba, amin lehetőleg minden szereplő, minden alkotótag ott kell legyen, rendező, tervezők, színészek, súgó és az ügyelő. És olvasópróbával kezdünk, utána vannak a rendelkező próbák, ez azt jelenti, a rendező beállítja, ad egy alapot az előadásnak, hogy ki hol megy be, hol megy ki, ezt a mondatot itt mondja, ennél a jelenetnél még megjelenik egy pár mellékszereplő, tehát ilyen ez a rendelkező próba. Utána vannak a próbák, amikor kidolgozzák ezeket a jeleneteket, ha zenés előadás, akkor közben vannak énekpróbák, azokat is meg kell szervezni, vannak külön koreográfia próbák, azokat is le kell szervezni. És akkor aztán kezdődnek az összpróbák, közben jelmezpróbára is kell menjenek a színészek. És amikor közeledik a főpróbahét, akkor van az első öltözés és a díszletállítás. Ez nagyrészt egy nap különbséggel szokott lenni. Közben bekerülnek a kellékek is a színpadra. És aztán főpróba héten pedig főpróbázunk. És aztán jön a bemutató. A 100 éves operett, ami a mi operettkincsünknek, a magyar operettkincsnek, és tulajdonképpen a világ operettkincsének az egyik legreprezentatívabb alkotása. Ehhez nem lehet másképp viszonyulni, mint tisztelettel és megbecsüléssel. Tehát egyrészt ezt szerettük volna, hogy tiszteletben tartva az eredeti mű szellemiségét, gondolatvilágát, mondani valóját, egy olyan szövegkönyvet készíteni, ami a mához szól, a maiaknak és a miénk. Tehát, hogy úgy mondjam, idevalósi. A mából lépünk be a Csárdás királynő 100 évvel ezelőtti világába. És az volt a gondolat, hogy ez a ma, ami itt van tulajdonképpen Erdélyben, a mi világunkban, ebben a világban, ahol nagyon sok megszorítás van, és bizonytalanság, tehát itt is egzisztenciák törnek derékba, és családok maradnak családtagok nélkül, gyerekek árván, stb. Na és akkor ebből a helyzetből, ebből a világból, amiben most vagyunk, ebből a járvány sújtotta világból, lépünk be a Csárdás királynő világába. És ez közelebb is hozza hozzá, tehát ez volt a gondolat mögötte, hogy ezáltal még inkább a miénk legyen. A rendezői koncepció az még ennél is tovább megy, hogy amikor belépünk ebbe a világba, tehát a mi világunkból a Csárdás királynő világába, akkor azt a közönség felől tesszük. Tehát mintha mi a nézők fokozatosan lennénk részei a varázslatnak, tehát kerülnénk be a Csárdás királynőnek ebbe a gondtalan, mulatozós világába. Oh,
énekszakot végeztem, tehát ilyen klasszikus énekszakot, és zeneileg, tehát annak, tehát érzem, hogy nagyon nagy kihívás és nagyon nagy falat. Tehát ezért is hálás vagyok, hogy akkor ez most megint egy lépcsőfok, vagy talán kettő is fölfelé, hogy ugye olyan kondícióban énekileg és mozgásilag, amit ez megkövetel, mindig jó, hogyha van egy ilyen, ahova el kell jutni, és fel kell tornázni az ember magát. Úgyhogy szerintem izgalmas lesz. Megint vissza akarják hívni Bécsbe, mi? Féltik Edwin Kelet-Európától, mint a járványtól? Biztos, hogy a fülükbe jutott ez a Szilviás kaland. Kaland? Feri bácsi, Szilviával egy mondatban ilyen szó, hogy kaland. Nem szerepel. Hozzá csak is komoly szándékkal lehet közeledni. És Edwin amúgy se vehetné el Szilviát. Mi? Volt már olyan, hogy egy herceg elvett egy énekes operettekben. De te nem ismered Edwin családját. Kékvérű, csak a kékvérűvel. Ezek még az ágyban is smokingot és nagy estéit viselnek. Nekem, ha volna egy fiam, szerencsére nincsen, én biztos, hogy idehoznám őt ezekhez a lányokhoz, hogy tanuljon élni. Ugye, statisztikailag ki van mutatva, hogy a mi vidékünkön élnek a legszebb lányok. Ők élnek, mi pedig meghalunk értünk. Bűnösök vagyunk mi, mert itt szakázgatunk mi, s nem vonz bennünket tízkor még az ár. Elromlott város, erkölcseinkre káros, s az ellenállás szívünkbe de láll. Hogyha új leány van a színház műsorában, mi már előre érzel lángolunk. Mi már hangolunk, a finom itt a helyzet, sok a caj meg tarka tánc, és a járni könnyű szerzet, még mit is kívánsz. Korunkat elfeledjük, egyéb bajunkkal együtt, Mihály talány, a kis sivány. Ha táncba hív, mi nyomban táncolunk. A jányok, a jányok, a jányok angyalok, a férfiakkal csak komédiázlak. A jányok szerelme nem egyszerű dolog, a jányok a csóktól csak ritkán. Áthelyeztük a cselekmény helyszínét Erdélybe. Széke Csabával nagyon sokat beszélgettünk, hogy lehetne mégiscsak, hogy innen szólaljon meg, legyen erdélyi, legyen a miénk, és akkor nem egy Orfeumban történik a főcselekmény, nem egy Orfeumban kezdődik el, hanem egy hegyvidéki vadászkastélyban, ahol ugye mulató egyben, és ahová az emberek elmenekülnek a szörnyűség, a járvány elől is, megpróbálják egy kicsit úgy élni az életüket, hogy szabadok lehessenek. A társulaton belül egy szerelem szövődik. Egy fiatal srác és egy román származású színésznők között. Tehát van egy keret története. Erről sem akarok sokat mesélni, mert én remélem, hogy nagyon sok helyen is és sokszor fogjuk játszani az előadást. Tehát ezért Erdély. Innen megyünk el, majd Bécsbe, és a fő történetszál az így marad. Hogy sokkal többet szerettünk volna a Széke Csabával változtatni az eredeti szövegen, újabb cselekményszálakat bevinni, akár újabb szereplőket bevinni a történetbe, de a jogvédők nem adtak erre engedélyt. Ezért megpróbáltunk máshonnan közelíteni. Egy keret történetbe foglaltuk, hogy ugye maga az anyag ne sérüljön, és ezért sok nagy teret biztosítottam a színészi improvizációnak is. Sikerült egy olyan jófajta ízlés mentén, tehát keretein belül megtartani ezt a humort, hogy ne feltétlenül az legyen, hogy
tetszeni akarjunk, nem feltétlenül röhögtetni akarjunk, és én is úgy érzem, és erre büszke vagyok, hogy minőségi humor, minőségi gegek kerültek bele a produkcióba. Piska, megtenne nekem valamit? Ezzel örömmel, uram. Szóljon neki, hogy itt vagyok és várom. Sajnos ezt nem lehet. A lelkünkre kötötte, hogy ne zavarjuk, amíg oda bent tartózkodik. Már kiment a fejemtől, hogy mit is kötött a lelkünkre. Már is szólok neki, uram. Na már most, ha a művésznő mégis elutazna, akkor ön többé nem tenné tiszteletét nálunk, és akkor lehet, hogy megfeledkezne az ígéretéről, nem? De milyen ígéretemről? Tessék, már meg is feledkezett. Arról, hogy beajánljalak főkomornyiknak. Csak egy szavába kerülne a kedves szüleim. Hogy nem hiszem, hogy olyan sokat érne nekik az én szavam, de természetesen megteszem. Bár nem értem, hogy mit akarsz egy kihalt bécsi palotában csinálni. Nem jobb itt, ahol élet van? Na, az én koromban ez az élet már túl sok. Pesgőt kínálni, szerelmeket összeboronálni, megfelelő pillanatban felajánlani a szeparét. Az ember ne legyen cukrász, ha már nem mehet édességet. Én csak a prózai szöveghez nyúltam, a dalszövegek nem változtak. Hát itt-ott volt egy-két olyan szó, amit ma már nem használunk, és akkor azok helyett mai szavakat mondanak. De az én felelősségem a prózai rész kortársiasítása volt, tehát az, hogy olyan szövegkönyve legyen ennek a Csárdás királynőnek, mintha ma íródott volna. Jó, mondjuk el, mert lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy az eredeti szöveg, a Csárdás királynő, bár magyar operetnek tartjuk, az eredeti szöveg német. Tehát németül íródott, német szerzők által. Kálmán Imre írta a zenéjét, de a szövegkönyv és a dalszöveg az német. És mindig, amikor csinálnak egy Csárdás királynő magyar adaptációt, akkor általában egy meglévő fordítást használnak, vagy újra fordítják. És én az utóbbi voltam, tehát én... mint drámaíró nyúltam ehhez az anyaghoz, és akkor megpróbáltam egy olyan szövegkönyvet készíteni, ahol a szereplők úgy beszélnek, mintha ma történne, mintha mai emberek beszélgetnének. Két verzió létezik ebből a Csárdás királynőből. Van egy eredeti, és van egy 54-ben készült átdolgozás. Az 54-ben készült átdolgozás kibővíti a Edwin Herceg anyukájának sokkal nagyobb szerepet ad, illetve Miskának, a pincérnek sokkal nagyobb szerepet ad, mint az eredetiben volt. És akkor én ezt is felhasználtam, az átdolgozás pozitívumait beemeltem az eredetibe, amit alapvetően az eredetit használtam, de az átdolgozásból, ami jó, akkor azt használtam ebben is. És Ami változás az eredetihez képest az, hogy az eredeti mű három felvonásos, és ebből két felvonásost készítettem, a második és a harmadik felvonás össze van volna. Na mi lesz már? Mi nem jöttök ki a teraszra? Feri bácsi, képzeled, Szilvia itt marad, nem utazik sehová, és ezt most megünnepeljük. Ez komoly? Nem mondj ilyeneket, kérlek, jó? Én örülnék neki, fiam, ha így lenne, de elárulnád nekem, hogy mégis hogy akarod te ezt elintézni? Úgy, hogy megtiltom neki, hogy elutazzon. Ami azt hiszem, hogy nekem nagyon fontos volt, és nagyon örültem neki, hogy első pillanattól kezdve abba a rendező azt mondta, hogy én nem, hogy ne akarjak egy 30 éveset, ne akarjak egy olyan Edwint alakítani, amilyen nem vagyok. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben abból dolgoztam, ami én vagyok, amit én tapasztaltam eddig 21 évesen. Én milyennek gondolom most a szerelmet, milyennek gondolom most ezeket a dolgokat, amik megjelennek a darabban, és azt hiszem, hogy ez nekem nagyon fontos volt, hogy ne akarjak valaki mást eljátszani, és végére nem is tudnék, de hogy ne akarjam, mert az nagyon sok görcsöt tud szülni, úgy gondolom. Ez meg azt hiszem, hogy nekem nagyon fontos volt, első pillanattól kezdve le volt szögezve, hogy az, ahogyan én látom ezeket a dolgokat, azok úgy jelenjenek meg, és azzal az őszinteséggel, egyszerűséggel, és ennek nagyon örültem első pillanattól kezdve. Csak ügyeli, mert nem biztos, hogy igazi tűz ellán, ki aludna gyorsan, és ez szomorúan hatna rám. Mi marad a tűzből, hogyha végül hunyorog a kis varázs? Mi marad a forró üdvösségből, kicsi hamus, semmi más? Ne légyél!
jelentette a legnagyobb kihívást? A zene, a tánc, az ének, ezeknek az összehangolása Szilviát emelgeti, és közben énekel. Igen. Igen, ezért elkezdtem első pillanattól kezdve fekvőtámaszokat csinálni, amiknek megvan a hatásuk, mivel most már azt érzem, hogy sokkal magasabbra tudnám dobni, mint amennyire akarnám. Ez nagyon komolyan mondom, hogy konkrétan elkezdtem fekvőtámaszokat csinálni. És ott volt szerencsém, és nem szerencsém, hogy azokban, amikben én táncolok, nincsen olyan nagyon-nagyon nehéz koreográfia. Az a koreográfia, hogy fel kell emeljem a partneremet, Szilviát. Az énekhang az, ami most így másfél hónap után elfáradt, és érzem, hogy ennek most nagyon kell az egy hét szünet, mert attól függetlenül, hogy én még énekeltem ezelőtt, másfél napon keresztül naponta 5-6 órákat énekelni 100%-on nem könnyű, és akármilyen teát iszok, akármilyen gyömbért, vagy akármilyen gyógyszert szedjek be a torkomra, hogy kicsit enyhüljön az a feszültség, ami vagy az a fáradtság, ami ott van, nem segít, szünetelni kell, vagy pihenni, ami majd jövő héttől elkezdődik, de addig még rá kell nyomni egy adagot. Nekem mindenképp az nagyon fontos volt, és azt szem előtt tartottam végig, hogy ezek kortárs jelmezek legyenek. Tehát amikor megkaptam a szöveget, már az első 8 oldalból abszolút éreztem, hogy ez ma történik. És abba is ezt szerette volna, hogy ma hogyan szólal meg a Csárdás királynő, és mit mond, és lehet-e a mába ültetni. És ezzel én csak is úgy tudom segíteni, hogyha mai jelmezeket, mai ruhákat adok a szereplőkre. Úgyhogy ezt pedig persze azzal próbáltam ötvözni, hogy azért mégiscsak egy színházi előadásról van szó, amiben nem tudom, szem előtt kell tartani azt, hogy egyrészt színpadon vannak a szereplők, tehát távolról látják, fényben lesznek, tehát kell valami stilizált része is legyen ennek az egésznek, nem lehetnek, szerintem ez az én véleményem, abszolút civil ruhák, de azért mégis megtartani, tehát hogy el lehessen képzelni a mában. Ez volt az első alkalom, hogy eljöttem a terveimmel, és aztán egy nagy áttervezést kellett véghez vinni, mert hogy bejött a díszlet is, és kiderült, hogy annak több pénzre lenne szüksége a díszlettervezőnek, és akkor így átgondoltam az egészet, és bementem a raktárba, és találtam egy dobozt, ami tele volt mindenféle csillogó ruhával, és akkor azokat így azt mondtam, hogy akkor újra tervezés, mint a GPS, és akkor az első felvonást végül teljesen, majdnem teljesen raktárból oldottuk meg, ami pénz szempontjából is nagyon jó volt, meg idő szempontjából is, mert azért ez alatt a másfél hónap alatt most már a harmadik szerepcserével összesen 52 jelmezt tettünk össze, úgyhogy igen, volt egy ilyen változás, és a második felvonásban pedig szerettem volna, hogy minél úribb, meg minél egyszerűbb, de ugyanakkor előkelőbb jelmezek legyenek, báli ruhák legyenek. Hamar elfelejt! Menjünk kedvesen! Menjünk, kedves Leopold! A talapjáratban rengeteg kompromisszumból indultunk ki. Amikor eljöttünk ide megnézni Csíkba, hogy
mekkora helyünk van, és hogy férünk be a Csárdás királynővel egy ekkora színpadra, akkor derült ki azt, hogy mivel nincsen zenekari árkunk, ezért egyértelműen a színpadon kell legyen a zenekar, és adta magát, hogy őket fel kell emelni valamilyen magasságban, hogy ők érvényesülni tudjanak, úgyhogy közben a színészek betöltik a teret. Relatív kis költségvetés miatt megbeszéltem a jelmeztervezővel, Hatházi Rebekával, hogy én nagyon azt szeretném, hogy a helyszíneket, meg a nagy erős hangulatokat azt a jelmezzel fejezzük ki, mert díszletben nem engedhetem meg magamnak ezt. Úgyhogy az volt a nagy kihívás, hogy fényekkel, kis költségvetéssel hogy tudjuk változtatni a színeket. Innen jött az, hogy létrejött egy emelvényrendszer, egy lépcsőzetes dolog, ahol különböző szinteken tudnak lüktetni a színészek. Amit a háttérben látszik, ez a függöny, ez egy nagyon érdekes hangulatot tud hozni, hogy mindenféleképpen ezt a tükröt szerettem volna visszahozni. Hátszegi Ákos világosítónak köszönhetően eszméletlen sok színben tudjuk kifesteni ezeket a függönyöket, mert nagyon jól világítható, hogy akár piros, a szivárvány összes színét tudja hordozni, miközben az eredetit is ezt a tükörhatást, plusz a fényűzés miatt választottam egy fényes szőnyeget, ami a nézőtérről nem evidens, mert nem az a cél, hanem a tükröződést akartam, hogy a jelmezek még jobban érvényesülni tudjanak és duplázódni a tükröződésben, és onnan jött ez a szőnyeg, ami hát glitteres, de nem ebből a célból volt ez választva, hanem ez tükrözi a legjobban vissza a színészeket és a jelmezeket. És ehhez csatlakoznak nagyon egyszerű kerekasztalok, egy kicsit Art Deco-ba átmenő székek, amiket átalakítással értünk el, plusz a második színben, Beach-ben van egy kanapink, aminek a formáját sikerült úgy elérnünk, amilyet én megálmodtam, csak a szerencsének köszönhetően ezt két részben találtam meg az egyik üzletben, és beszéltem a koreográfussal és rendezővel, hogy ez még több lehetőséget ad, és Bodor Johanna koreográfus nagyon megörült ennek, és bele is rendezte az egyik koreográfiába. De megesik a férjel ott is, trállállá, a hámból, hogy kirúg. A férfi kiről kegyed beszélt, trállállá, de csak kis fiú. A feleség az csak ül otthon, trállállá, és ímez és imád. Csak kimaradsz, nincs egy dolga, trállállá, csak szépen várni rád. Lévén prózai színház, a Csiki játékszín, ha egy zenés előadás van műsoron, akkor azt, hogy is mondjam, tehát be kell tanítani nekik, nem csak úgy, mint egy, most őszintén nem tudom, az Operett Színház a Pesten, vagy ilyen helyeken, hogy működik, hogy gondolom ott részben lehet, hogy ott olvasok az emberek, de itt nem. Tehát itt be kell tanítani mindent. Be kell magoltatni a zenét, hangot kell képezni velük. Tehát mi is a más kötelességem? Hát ez az alap, akkor utána kórusok van, a kórusokat meg kell tanítani, talán ez a legnehezebb fele, mivel szólamot tartani, oda iskola kell, meg kell szokni, vagy legalábbis olyan, úgy képzelem, olyan, mint az bármilyen mesterség, hogy csinálni kell, aztán belejön az ember, ha van füle az embernek, tehát meg kell szó szerint szokni. Tehát ergo az elmúlt 10 év alatt, mielőtt én dolgozok velük, már szokogatnak hozzá a színészek a szólamban való énekléshez. A másik fele, ami a kötelesség, vagy kötelezettségem nekem van, a zenekari részeket hát nem meghangszerelni, hanem valahogy, mivel kamara formációban vagyunk, valahogy testre szabni, valahogy kitalálni az összetételét, mert mi egy szimfonikus partitúrát kapunk a Csárdás király estében, egy teljes szimfonikus zenekar kellene, hogy legyen. Itten egy 10
tagú kamaraformációval vagyunk jelen. Elsőhegedű, másodhegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, fuvola, klarinét, dob, zongora. És jó magam, én vagyok a kakukktojás benne, de én vagyok a tömörítő eszköz. Egy ilyen piros tucca a hátam mögött, amivel az a lényeg, hogy én a részfúvósokat próbálom, tehát helytesteni azt az erőt, azt a tömörséget, amit a részfúvósok adnak. Amúgy a színi társulatot meg kell dicsérjem, és számomra meg több interjúban is elmondtam a Csányzás királynő kapcsán, hogy hát egy új rekord született számomra, tehát ennyi szólamot, helyenként 6 szólamot éneklünk, 6-ot, igaz, hogy egy-két ütem erejéig, de a standard az 4. De hát ez nem könnyű megcsinálni, mert na hát én még ilyen komplex szólamokat nem kellett velük csináljak. És néztem eleinte, hogy Istenem, vajon az meg lesz-e? Vajon. Nem voltam biztos benne, meg tudják csinálni. Tehát a memória megmarad. Szóval addig magoltattam, és az jó magoló módszereket találtunk, hogy lehet az felfrissíteni, meg is maradjon, úgyhogy megvan. Megpróbáltuk a hátrányt előnyünkre fordítani, hiszen ez nem egy klasszikus színpad, nincsen zenekari árok, tehát ilyenkor probléma volt a zenekart, hová helyezzük el. Maga a zenekar is a díszlet, úgymond a díszlet része. Tehát ezért nekik is változik a jelmezők, tehát részt vesznek a történetben, meg vannak szólítva. Valóban törekedtünk erre a színészekkel is, elsősorban Bodor Johanna koreográfussal, aki hihetetlen kreatívan és ízlésesen járult hozzá, hogy az egész látvány úgy nézzen ki, ahogy kinéz. Valóban próbáltunk mindig valahogy olyan fajta mozgásokat, cselekményt behozni a háttérben, hogy egy kicsit ellenpontozza, ami elő történik, és adott esetben megerősítse. Eleve törekedtünk erre, Johanna, amikor beszéltünk, hogy elsősorban a Csárdás királynőről a ráragadott csiricsári közhelyes megoldásokat, a mászt, a rossz étterembe vett rózsaszín mászt szedjük le. Úgy lecsupaszítani, és egy újabb köntösbe, egy szenvedélyesebb, egy személyesebb, egy maibb köntösbe öltöztessük, ami a mozgás, zene, színészi játékot illeti. És hát így lett ez. Olyan intenzív, olyan erős, és nem zökkenőmentes, nem problémamentes próbafolyamat volt, mégis azt hiszem, hogy sikerült valami nagyon különlegeset, személyeset létrehoznunk. Lenni, mint a méz. Te rongyos mindig nagy meglepetés, amikor már a készművel szembesülök, tehát ahhoz képest, hogy mit írok meg az íróasztalnál, és aztán, hogy mit látok a színpadon. Ez most több szempontból is meglepetés volt, mert itt sok csere történt közben, betegségek miatt színészek kihullottak, mások vették át a helyüket utolsó pillanatban, és ez is meglepetés volt, hogy hát őt azt nem ő játsza, úgy volt, hogy és akkor most ki van helyette, hogy van.
maga a mű most, a maga az előadás, az nekem nagyon jól esett. Tehát látni azt, hogy ebből a nagyon egyszerű világból, ugye díszletek nagyon egyszerűek, a színészek hétköznapi módon jönnek be, és akkor ebből fokozatosan felépül egy nagy operett, tényleg egy ilyen varázslat. És az, amit Bodor Johanna, a koreográfus készített a színészekkel együtt, az lenyűgöző volt, engem nagyon, nagyon lenyűgözött, hogy mire képesek a színészek, tánc, ének, mozgás, minden. És hogy tényleg a rendezés milyen szépen egybefonja, és hát a zenészek, akik megkoronázzák az egészet. Tehát én el voltam ájulva, amikor láttam az előadást, és hát nagyon jó érzés volt, hogy nekem közöm lehet ehhez az előadáshoz.